Csernyászki Norbertel beszélgetek, mégpedig egy nem is akármilyen apropó kapcsán, ahogy te fogalmaztál, egy évvel ismételten öregebb lettél, és hát áruljuk el, hogy hány éves vagy, mert majd én folytatom. Nem titok, hát 36-ot töltöm be, úgyhogy még egy évet. Csak azért, mert én meglepődtem, most szóval mondanám, hogy legalább 2 évet letagadhatnál, de természetesen többet is. Gondolom nem csak a kinézeted fiatalos, hanem még azért talán te is úgy érzed magad, nem? Hát hál' Isten, tavalyi év is megerősített ebbe, úgy gondolom tényleg egy sikeres év volt, de lehet erőt meríteni az idejévre, úgyhogy élvezem még a játékot, tényleg ezeket a napi két edzéseket is, akár még a néha kicsit nyűgös is, úgyhogy érzek még magamban pár évet, úgyhogy meglátjuk. Hát meg a kapusok azok amúgy is. Hogy mondjam, hosszabb a kifutási idejük, nem? Hát bízom én is egy jó 2-3, akár 4 évet még az egészség is, ha úgy engedi, hál' Isten komolyabb sérülések elkerültek eddig, egy válsérülésem, amivel egy fél szezont ki kellett hagyni, az volt úgy komolyabb, bízom benne tényleg. Uh-huh. Az ember odafigyel magára, megfelelően táplálkozik, tényleg sok összetevője van, szerencse is, de igazából bízom benne, sok példa van, hogy ki lehet ezt tolni 40 éves korig is akár. Hát legyen így. A tavalyi klubsikerek ugye meghozták azt is, hogy a válogatott keret voltál több alkalommal is. Hogy érzed az idei esztendőben, ez továbbra is így lesz, tehát be fognak majd hívni a nagy válogatottba? Hát tavalyi évzáró ugye megvolt, ott a kapitánnyal is volt 4 szem közti beszélgetés is, a többi edzővel is volt beszélgetés. Hát úgy váltunk el, én ezekből a beszélgetésekből úgy éreztem, hogy a tavasz folyamán még mindenképpen számolvám a kapitányt, egyértelmű ez egy jó teljesítmény is kell, tehát hétről hétre bizonyítani kell, ugye ami elmúlt, abból már nem lehet megélni. Úgyhogy hát meglátjuk egyértelmű, hogy a jövőt már nem én jelentem, meg hát ugye most a Bogdán Ádi, hál' Isten, most elkezdett ugye a klubjába is védeni, egyértelmű, hogy az Ádit kell építeni. A kapitány ebbe 2 rutinos kapusnak a segítségét látja, hát meglátjuk, aztán tényleg nem kell olyan hosszú távon gondolkodni, főleg nekem, de egyértelmű jó ott lenni, jó érezni ezt a bizalmat, úgy gondolom, mind nekem, mind a klubnak jó ez, hogy ott vagyok, úgyhogy egyértelmű, majd február végén van ugye az első edzőmérkőzés a válogatottnak, úgyhogy majd akkor kiterül, gondolom, ha jön meghívó, akkor szerintem egész tavasszal igyekszem rászolgálni, hogy jöjjön. No, hát ha már edzőmérkőzések, akkor ugye itt a klub is rendesen nyomja ezeket. Egy páron már túl vagyunk, illetve egy csomó még előttünk áll, sőt, mi több utazás ugye a török edzőtáborba. Hogy érzed magad már, mint úgy érte, hogy mi a meglátásod ezekkel az edzőmérkőzésekkel kapcsolatban, hiszen Kiskároly mondta, hogy egy új játékrendszert szeretne meghonosítani. Hát nyilván ez nem feltétlenül személy szerint téged érint, már legalábbis ugye nem ritkán támadsz, tehát azért ezt lássuk be. De azért mégis például a kapusra ez levonatkoztatva valamilyen új igény felmerül-e veled kapcsolatban esetleg? Hát igen, kóstolgatjuk ezt az új játékrendszert. Tény és való, hogy nem igazán működik még szerintem. Legalábbis én hátulról úgy érzem, a Kecskemét meccs, ez abban a szempontból jó erőfelmérő volt. Az első fél időben úgy helyek közel működött, meg mondjuk az első fél időben mi domináltunk. Második fél időben abszolút nem működött ez a játékrendszer. A kapusjátékot az annyira érinti, hogy lényegesen följebb játszik a csapat, tehát nekem is kijebb kell lenni a mélységi labdáknál, tehát így a ilyen régi klasszikus révén söprögetőként kell játszanom, tehát sokkal jobban ki kell vennem, hát nekem is. Hát volt is egy pillanat, amikor ki kellett futnod, és a tökélet. Így van, tehát ez is igazolja ezt, meg hát lábbal lényegesen többet be kell kapcsolódnom, úgy gondolom a játékba. Hát most ez ugyanaz a kapusposzton is megkövetel különböző dolgokat, tehát ha most ezt a rendszert akarja kapcsolni erőtetni, akkor egyértelmű, hogy ebből nekem is így ki kell venni a szerepem. Tehát nekem is az a kötelesség, amit az edző mond, úgyhogy ha igazából ami személy szerint engem érint, ez ennyiben módosulhat, hogy a lába való játék az előtérbe kerül sokkal jobban. Jó, hát ugye ennek begyakorlására van még idő. Hát még bőven van, így van. Most kanyarodjunk vissza a születésnapodhoz. Hát 36 évesen már lehet, hogy sok meglepetés ért téged, azért mégis, hogyha ma valamivel meg tudnának lepni, akkor mi lenne az, minek örülnél a legjobban? Ha ma valamivel meg tudnának lepni, hát nehéz lenne. Hát
Egy külföldi szerződésen nagyon meglepődnék. Az biztos. Hát olyan sok minden már nem szerintem. Nagyon jól esik, ha tényleg akár... Ez idén most, hogy itthon vagyok, ez már eleve egy meglepetés és jó eső érzés, mert edzőtáborokba szokott érni a születésnapom. Az elmúlt 6-7-8 évben az biztos, hogy a február 1-e az mindig edzőtáborban ért. Úgyhogy ebből a szempontból ez most így, hogy itthon vagyok és tényleg a szeretteimmel tölthetem, ez ebből a szempontból meglepetés. Hát tényleg rengeteg élményen túl vagyok, szülinapi meglepetések, ajándékok, minden, tehát elég egésznek érzem a és kereknek a pályafutásom, tényleg ez a válogatott csak hiányzik, hogy feltegyem a pontot az íre. Úgyhogy hát még van egy pár éve, amit mondtam, úgyhogy bízom benne, hogy esetleg az is. Hát akkor reméljük, hogy a következő születésnapodon a 37-en úgy fogunk beszélgetni, mondjuk ugye az előtt a távol előtt, hogy már akkor válogatott is voltam. Így van, legyen így. Hát akkor ezt kívánom neked születésnapodon. Köszönöm szépen. Szervusz.